Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a klasszikusok klasszikusát hoztam el nektek, egy csörgős inga szerelvényt. Ennek a vonatnak most nincs exakt száma, igazándiból elég sokfele jártak az országba, ez az itteni bemutatott példány, majd egy alföldi jellegű, egy ilyen kunsági kis dízeles szerelvényt próbál majd megimitálni. Kezdjük is a mozdonnyal. A mozdony egy csörgő. M41, 21, 24-es pályaszámú gép, ez egy gyári fugert mozdony, gyári festésben. Hát igazándiból ezt a gépet szerintem a helyén érdemes kezelni, túl sokat nem érdemes tőle elvárni, hiszen túl sokat nem is tud adni. Kinézetre ez a mozdony gyakorlatilag egy pikó hobbi kategóriás gépnek a szintjét éri el, ráfröccsöntött kapaszkodók, viszonylag egyszerű kidolgozás, kevésbé átlátszó vezetőfülke, üvegek, és hát egy egyszerű felépítés jellemzi. A mozdony azért formailag nem teljesen pontos, főként a homlokfal az, ahol az ablakok magassága, mérete nem teljesen tökéletes. A feliratozás, a festése semmi extra, igazándiból tamponozott feliratok vannak rajta, ahhoz képest egészen jól néz ki az egész, de ne várjuk el tőle, hogy egy rokon mozdony minőségét hozza ezen a téren sem. Ami még a fugert mozdonyoknak egy nagyon-nagyon kényes pontja szerintem, az a hajtás. Ebbe is ugyanaz a több mint 30 éves fugert hajtás van, mint a V43-asokba. Ettől se érdemes csolát várni, ezek a hajtások alapállapotba recsegnek, ropognak, darálnak, ugrál, zörög, nem tud egyenletesen menni. Itt az én mozdonyomban ez a hajtás már föl lett javítva az eredeti alkatrészek felhasználásával, így valamivel szebben tud menni, főleg a lassú járatnál látszik az, hogy szépen egyenletesen mozog a mozdony, illetve kevésbé zajos, viszont csodát nem lehet velük tenni, még így se, a teljes megoldás azok a mostanában kapható jobbfajta hajtások, amiket alájuk lehet rakni. A mozdonyomban van egy digitális panel is, ebben azt hiszem a csíkos hátú féle került, emiatt van neki zárfénye is, kapcsolható zárfény és menetfény is. A csörgő szerintem egy nagyon jellegzetes magyar gép, nem szabad viszont elvárni tőle, hogy ugyanazt a minőséget hozza, mindegy manapság kapható rokó, pikó vagy ákmegép. A mozdony után is fugert kocsikat soroztam be. Az első kocsi egy BHV. A BHV kocsik nagyon meghatározó járművei voltak a magyar vasútnak, egészen a 50-es, 60-as évektől kezdve, gyakorlatilag az ezredforduló utánig rengeteg futott belőlük országszerte, főleg elővárosi forgalomba, de távolsági forgalomba is ugye megtalálhatóak voltak. Maga a modell, hát hogy is mondjam, szóval hasonlít az eredetire, úgy jellegében annak tűnik, viszont alapfelállásban ugye nem található benne belső berendezés, nincsenek hozzá megfelelő forgóvázak, ugye ami gyárilag alatta van, az egy ilyen shift forgóváznak a másolata, illetve a kapaszkodók is, amik hozzá vannak, azok nagyon gyenge minőségűek. Az én modellemen ezek már javítva lettek, egy Zemoki belső berendezés található benne, illetve POS modell forgóvázak vannak alatta, továbbá mikromodell kapaszkodók, amikkel én már annyira nem vagyok elégedett, és egy ideje ráálltam arra, hogy a kapaszkodókat saját magam hajtogatom kis vékony acélszálakból, mert ezek a mikromodell kapaszkodók bizony nagyon meg tudnak görbülni. Az én modellemben szereltem belső világítást is, digitális természetesen, kapcsolható ki és be, így jobban látszódik a kocsi belseje. Az ablakok nem teljesen víztiszták, de lényegesen átlátszóbbak, mint a korai kiadásoké. Formailag azért van egy nagyon komoly hátránya, egyrésztről az ablakok magassága nem megfelelő, továbbá a kocsi végeknél sincs meg az a szűkítés, ami a BHV kocsikon megszokott lenni, illetve a tetőíve se passzolt teljesen. A vonatban két ilyen kocsit soroztam, ez az első kocsi, ez egy gyári BHV kocsi, a második BHV kocsi pedig egy olyan, amit én készítettem építőkészlet segítségével, itt lenn a videó leírásában van egy link hozzá a blogra.
A szerelvény utolsó kocsia pedig egy vezérlő kocsi, alapvetően formailag egy az egybe ugyanazt tudom róla elmondani, mint a BHV-ről. Ablakmagasság problémák vannak vele, forgóvázak ugye gyári állapotban nem jók. Ez a modell is feljavított, itt is Porsche forgóvázak vannak rajta, van benne belső berendezés, és egy digitális világítással lett felszerelve, aminek hála nem csak belső világítás van benne, hanem a menetfények is működnek, ezek úgy vannak a fölprogramozva a dekóderbe, hogy ahogy a mozdony irányát váltom, úgy lehet fölkapcsolni, lekapcsolni a fényeket, és F5-ös gombbal lehet külön kapcsolni a felső fényszórót is. Maga a modell egyébként ugye formailag nagyon hasonlít a BHV kocsihoz. Ami nekem van, ez a 106-os pályaszámú modell, ez egy kései kiadás, 2016-7 körül vettem a boltba. Ez volt szerintem az utolsó, ami még így gyári fugertként kijött. Hát itt is azért van még lehetősége az embernek utólag tuningolni egy kicsit a járművet, föl lehet szerelni például ugye légtömlőket az elejére, lehet csinosítgatni a feljárókat, én ezeket ilyen kis fehér tusfilccel húztam ki, hogy jobban nézzenek ki, illetve ugye alá lehet rakni a Porsche forgóvázakat, amik azért így lényegesen dobnak egyet a modell kinézetén. Sajnos az ajtókkal, az ablakokkal és az egyéb ilyen komoly formai dolgokkal nem lehet mit csinálni, ezek olyanok, amilyenek. A feliratozása, illetve a festése a modellnek viszont cserébe átlagos, abszolút beleillik színileg is, meg mindenileg a többi mávos kocsi közé. Ez a kocsi is igazándiból egy playtime szintű, hobby szintű jármű. Sajnos manapság elég magas áron kaphatóak, ez egy kicsit elszomorító tud lenni, holott azért így a magyar modellezésbe, a magyar feeling megteremtésébe szerintem pótolhatatlan ez a kocsi típus sajnos. Természetesen nem egy NME vagy egy Acme kocsi minősége, de azért hozzátartozik ahhoz, hogyha szeretnénk egy ilyen kis inga vonatot, egy ilyen kis személyvonatot megjeleníteni a terepasztalunkhoz, akkor ezek a kocsik sajnos elengedhetetlenek tudnak lenni minden hibájukkal együtt. Egyszerűen nincs rájuk más alternatíva, mint a Fugert gyártmányú járművek. Én továbbra is úgy gondolom, hogy ezek a kocsik, ezek inkább érzelmi okokból racionalizálhatóak meg. Ugye sajnos manapság ilyen 18-20 ezer forint között van az áruk. Korábban ezeket azért meg lehetett kapni ilyen 6-8 ezer forintért is. Én is ugye a vezérlőkocsit meg az egyik BHV-t ennyiért vettem, illetve pont azért készítettem el a középső BHV kocsit én saját magam, mert építőkészletben 4500 vagy 5000 forintért megkaptam a nyers kocsit, és egyszerűen így még mindig olcsóbb volt összerakni cakkumpak belsővel, forgóvázzal, festéssel, meg matricával együtt, mint hogyha megvettem volna a boltban 18 ezer forintért a járművet. Úgyhogy sajnos kicsit hányattatott sorsú a Fugert, és eléggé kétes a megítélése ugye ezeknek a járműveknek, de szerintem, hogyha hozzájuk tudunk jutni nem túl magas áron, esetleg akár a használt piacon is, és helyén tudjuk őket kezelni, akkor azért minden terepasztalra nagyon jó választást lehet, főleg azoknak, akik szeretik a 90-es évek hangulatát megidézni, ugyanis arra a korszakra bizony nagyon jellemzőek voltak ezek a csak Fugert által gyártott járművek a nagyvasúton. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Ha esetleg nektek is vannak ilyen Fugert járműveitek, nyugodtan megírhatjátok élményeiteket, tapasztalataikat velük kapcsolatban itt a komment szekcióban. És mint mindig, további jó vasútmodellezést kívánok minden kedves nézőmnek. Sziasztok!